Itt egy tő parlagfű, a napraforgó betakarítás egyik túlélője. Van itt még bőven. És ott megy szépen a kombány neki. Munkáját végezvény, gyönyörűen kavarja a port, és tolja maga mögött a pollent. Hát ha szeretitek az olajat, szerettek sütni, szerettek főzni, szeretitek kukoricát, akkor egyelőre muszáj elviselni, hogy addig parlagfű is lesz, amíg ezek a növények vannak. Nem tudom, mi lenne a megoldás erre, de az biztos, hogy nem az egyes szegény kis telep tulajdonosok csesztetése egy-két parlagfű figyelmen kívül hagyásáért.